Sziasztok! Hatalmas nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a legújabb Clickbait adásban. Én Bét vagyok, azaz Birkás Péter, állandó vendégem pedig ismét Csocsó alias Smejká Péter, és ma este is a videójátékokról fogunk beszélgetni. Méghozzá kezdjük azzal, hogy pont a hét elején zajlott le az Xbox Games Showcase, amiben ugye a Microsoft megmutatta, hogy milyen játékok várnak ránk a jövőben, és egy játék hiányzott onnan, ami tudom, hogy Csocsónak ugye a szívügye, ez a Stalker 2, és egy kicsit beszélgethetünk arról, hogy egyébként ennek a kultikus játéknak a folytatása, ez ugye már ősidők óta készül, hogyha egy kis túlzással élve ősidők óta készül, és én például a magam részéről nem tudok róla semmit. Úgyhogy, Csocsó, mi a helyzet a Stalker 2-vel? Na most rögtön itt az elején tisztázni kell, sziasztok, hogy mit jelent az, hogy ősidők óta készül. Ez nem az első alkalom, hogy a Stalker 2 fejlesztés alatt áll, tehát hogy készülne egy kimondottan számozott folytatás ehhez a játékhoz, vagy játék szériához, mert egyébként ugye 3 darab Stalker játék jött ki, és a legelső 2007-es Shadow of Chernobyl-nak már volt egy kimondott kanonikus folytatása, történetet konkrétan folytatta a Call of Chernobyl című verzió 2009-10-ben, azért így, mert 9-ben jött ki azt hiszem Ukrajnában, Oroszországban, és 10-ben pedig angol nyelven. De amikor az a játék megjelent, akkor a GSC Game World nevű ukrán fejlesztőcsapat, ők készítik ugye ezeket a programokat, ők elkezdték csinálni a második részt, és annál már azért nagyobb volt a tét. Tehát lehetett látni, hogy ki kell adni konzolra, úgy kell lefejleszteni, hogy több gépen fusson. Ahogy mondtad, kultikus volt, de ott már kezdett áttörni mainstreambe. Tehát látszott, hogy ezzel lehet keresni, és a játékra való igény is. Ugye gondoljunk bele, ez abban az időben van, amikor a Fallout 3 nagyon-nagyon nagyot megy, aztán meg a New Vegas is nagyot megy, tehát ezek a posztapokaliptikus open world, first person, belső nézetes, majd szerintem nyugodtan mondhatom, hogy akció szerepjáték, FPS szerepjáték, mert azért valljuk be, a Falloutban is végül is lövöldöző. Nyilván a statok alapján ez valamit befolyásol, de azért oda kell emeld a kurzort és lőnöd kell. Szóval ez a műfaj ez nagyon-nagyon fog menni, és egyre több volt akkor már az open world játék is. És aztán történt egy nagyon kellemetlen incidens, a stúdión belül voltak feszültségek, amiknek az lett a vége, hogy a játék szellemi atyaként gyakran emlegetett designer döntött úgy a csapat feje, hogy hát oké, akkor most nem készül. Nincs erre pénz, mindegy, hagyjuk a fenébe. A csapat széthullott, ugye mentek egyberek csinálni a Survivium című játékot, ami aztán nem igazán tudott kitörni. Akkor alapult meg a 4A Games, szintén volt stalkeresekből, ők ugye viszont sikerre vitték a receptet a Metro játékokkal, és hát nagyon sokáig így ez a csapat, ez vegetált. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy ezt azért mondom így, mert lehet, hogy egy csomó erre már nem emlékeznek, mert azért mégiscsak 2023 van. Tehát, hogy... De a 10-es évek elején, 10-12-ben a csapból is az folyt, hogy hát igen, igen, lett volna a Stalker 2, most már vannak róla videók, fotók, képek, open world lett volna, rendesen folytatta volna a sztorit, elmagyarázták volna az első, vagy hát igazából a Shadow of Chernobyl-ban feltett kérdések nagy részére, kaptunk volna válaszokat, és így tovább. És aztán ez ugye a stúdió nagyon összement, nem csináltam hogy sokáig semmit, de aztán jött egy Kozaks remake, nem tudom kinek, neked ismerőse a Kozaks. Persze, játszottam vele még, nem tudom, 2000-es évek elején, tehát hogy ez a stratégiai játék volt, és lassan, nem tudom, lassan 30 éve jelent meg. És ennek a csapatnak volt a játéka, tehát ők alapvetően ugye stratégiákban, az Age of Generációban, amikor még nagyon menő volt ez a pirotalom építő stratégia, akkor lettek ők nagy nevek, abból csináltak egy remake-et, ami nagyon jól ment. Igazából Kozaks 3 címen jelent meg, de az első rész remake-e, ez kicsit ilyen fura, de egy elég jó játék lett, és utána jött, hogy bejelentették, hogy oké, okay, gyűjtöttünk pénzt, visszajöttek emberek, van know-how, megcsinálnak a Stalker 2-t, és belőtték, hogy 2020-ban jön ki a játék. És jól emlékszem, ez volt valamikor 17-18, nagyon régen, és úgy, hogy hát akkor is ilyen elképesztően távolnak tűnt a 20, és tudtuk, hogy az még valószínűleg sehol se tart, mert még a konceptuális fázisban járt az egész.
És hát azóta tartunk ott, ahol ugye időközben három nagyon komoly dolog történt a csapatházatáján. Nem biztos, hogy kronológiailag jól megyek, de azt hiszem, hogy az első az volt, hogy megjelent az Epic Games mögöttük, mint segítő támogató, ugye ők Unreal Motort használnak, korábban saját technológiájuk volt, most Unreal 5-tel készülő játék. Ezt sokan nem értették eleinte, én jó ötletnek gondoltam, mert annó a saját motorjuk fejlesztésével annyi idő elment, és annyira, hát ez nem mondom, hogy felesleges volt, mert szerintem a kutatásfejlesztés sosem az játékokban sem, de hogy látszott, hogy ha valami meglévő technológia már akkor rendelkezésükre áll, akkor sokkal hamarabb kész vannak a játékok, és jobbak is lesznek, a kohézió megvan. Szóval ez volt az egyik. A másik, hogy megjelent mögöttük a Microsoft, és azt mondta, hogy ugye Xboxon Day One első naptól Game Pass, a Stalker menni fog Xboxon, és persze PC-n, ami szintén egy elég nagy dobás volt. Ez még akkor volt, amikor ugye az Xbox Series konzolok még újak voltak, vagy még bejelentés előtt álltak gyakorlatilag. Tehát már mi tudtuk, hogy lesznek, de hogy akkor ez ilyen nagy durranás volt, és akkor láttuk először mozgásban a játékot, két trailer is volt. És hát aztán ugye jött a harmadik nagyon szomorú eset, ugye a háború, ami őket nagyon minden, ugye nyilván minden régióban élő embert és céget rosszul érintett. Náluk is az történt, hogy van olyan fejlesztő, aki elesett a harcokban, akik ott maradtak a városban, Kijevben, ők a föld alá kényszerültek, meg a pincékben dolgoztak. Erről van egy nagyon megrázó videó is, amit éppen kiadtak annól, hogy hogyan készül most a játék, hát eléggé kaotikus, felfoghatatlan körülmények között. A csapat egy részét pedig átköltöztették, ha emlékszem, Lengyelországba, de hát az sem olyan egyszerű, nem tudom, hogy így a hallgatók közül volt-e már valaki olyan helyzetben, hogy a cégét át kell vinni egyik helyről a másikra, még úgy is, hogy informatikai vállalkozás sem egyszerű, nagyon bonyolult. A teljes infrastruktúrát, technológiát, mindent átvinni, úgyhogy akkor a csapat igazából ketté szakad. Szóval ez egy, ja, és persze egyébként ott volt a koronavírus, ezt még ki is felejtettem ugye 20-ban, tehát amikor a játékokon ők a legtöbbet dolgoztak, és amikor ugye jöttek a konzolok, tehát tudható volt, hogy na most már tényleg itt lesz az új Xbox, tényleg itt lesz az új PlayStation, és durrantani kell, akkor szegények be voltak zárva a szobáikba. Tehát az is egy nagyon kellemetlen helyzet volt. És hát nagyon sokan várták, és sokan vártuk, hogy a mostani Xbox showcase-en legyen trailer. Annak ellenére, hogy tisztában van vele szerintem mindenki, hogy itt most nem az a prioritás, hogy hogy fog megjelenni a játékban. Nekik nyilván fontos, hogy el tudják adni, és hogy tudják finanszírozni a saját létezésüket. Itt még egy érdekesség, annó a játékot, amikor bejelentették, egyből lehetett előrendelni Xboxra és PC-re, és már a Collector's Edition-öket is, azt hiszem, hogy több is volt, és az egyik nagyon menő, egy nagy szobros készletről beszélünk. Levették őket a storefrontokról, tehát már nem lehet, illetve azt hiszem, hogy csak tőlük külön meg lehet, de már úgy, hogy aki annó elő is rendelt, annak visszautalták a pénzét. Tehát, hogy ott lehetett látni, hogy ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy egyébként lett volna eredetileg megjelenés, tehát az eredeti elgondolás az 2021, azt hiszem tavasza lett volna, abból lett, hogy majd akkor ősszel, ott ugye a játék eltűnt, kitört a háború, tehát ez már egy nagyon, onnan meg ugye mindenki tudta, hogy hát ha be tudják fejezni, és nem olyan régen volt egy eléggé szomorú eset, hogy még lassan azt hiszem, hogy egy évvel vagy fél évvel ezelőtt kiadtak egy közleményt, hogy hát hackerek törtek be a rendszereikbe, és letöltötték onnan a játék egyik korai verzióját. Ez egy futtatható build, vagy hát ami ott ugye akkor találtak. Azt hiszem, hogy nem volt benne forráskód, viszont az Unreal Engine-nek a különböző túljai meg asszettjei már ott voltak, és szóval ezt el lehet indítani. Akkor úgy tűnt, hogy mivel a fájlok titkosítottak, nagyon védték őket, ezért nem lesz belőle semmi. Volt fenyegetőzés, hogy nyilvánosságra hozzák, ha nem fizetnek, és tovább ők ezzel nem foglalkoztak. És végül nyilvánosság is hozták, és úgy tűnt, hogy hát ez egy blamás, mert a fájlok nem működnek, mert titkosított, de ha jól emlékszem, akkor valami fejlesztői malőrnek köszönhetően végül a titkosítási kulcs is kikerült, és onnantól már fel lehetett oldani, és kb. Egy héttel vagy két héttel ezelőtt tele lett az internet stalkeres videókkal, képekkel, footage-al, és hát ők ezt egyébként szerintem a legprofibban kezelik, nem is tudom, hogy ezt lehet enni jobban. Konkrétan nyilván elindították azokat a jogi eljárásokat, hogyha valaki föltöltöget videókat, azt azért ne. Ki is adtak egy közleményt, hogy hát ez nyilván egy készülős alatt a játék, szóval egyrészt létszíne törzsle, másrészt ha letöltötte, ne vár tőle semmit, mert tényleg nem,
mutatja, hogy milyen a játék. Az eddigi infók azok, hogy mivel Unreal 5, ezért ugye nyilván minden megfektett, tehát még az optimalizálás az hátra van, nyilván. Viszont ami nagyon szimpi volt, hogy például a leghardcore-abb Stalker rajongói közösség tagjainak, akik között egyébként sok nyugati youtuber van, ott volt olyan youtuber, akinek például megengedték, hogy oké, a kiszivárgott képanyagot, mert külön voltak, amit képeket is felraktak, mit tudom én, hogy oké, ezt elemezheted. Abban nem fogunk beleszólni, nyugodtan mutasd meg, hogy mi van a képeken, és beszélj róla, csak légy nyilván a kódról ne essen annyira szóra ne beszéljünk. És ezt egyébként meg is tették amúgy, és szerintem ez egy hihetetlen menő dolog volt, mert ahogyan én látom a stalkeres közösséget, van annyira szerintem összetartó meg türelmes, hogy egyébként ez így nem szakította meg. Tehát nem az történt, mint annak idén a Half-Life legendás Half-Life 2-es leaknél 2003-ban, hogy szó szerint összetört minden, mert tudták nyilvánvalóvá vált, hogy amit a Valve mond, az nem igaz, és a játék nem, hogy nem tud megjelenni, de sehol sem áll igazából. Nem egy ilyen horderei dologról volt szó. Nagyjából el is tűnt így a kommunikációs térből ez a probléma. És hozzá kell tegyem, hogy emellett a játék, szerintem valami, ha valamit megtanult a Stalker közösség az elmúlt években, akkor az, hogy érdemes türelemmel lenni, mert az ez esetben tényleg mindig rózsát termett. Tehát amikor azt mondtuk, hogy várjuk a Stalkert, jó, ha megjelenik, akkor tök jó lesz úgy is, ha nem, hát akkor majd játszunk mással. Ez eddig mindig bevált egyébként, mert a Stalker játékok, ha nem is voltak hibátlanok, vagy amikor megjelentek, főleg általában nagyon búvos programok voltak, de legalább a modding közösség, vagy akár a patchek, azok mindig ott voltak, és mindig fenntartották őket. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy várjuk a játékot. Én nyilván szomorú voltam, hogy nem volt ott a show-n. De annyira nem voltam meglepve. Azt gondoltam, hogy ha bemutatnak valamit, bármit, akkor onnantól kezdve az már sajnos egy elvárás lesz, hogy mondjanak évet, vagy bármit. Ha megy egy tréler, és nincs semmi a végén, nézd meg, mi van most a Fable-nél. Ó, hát tök jó, láttunk egy humoristát, meg tök jó, vicces volt, haha, meg rugdosták a csirkéket, de hogy mikor jön, mi lesz belőle, semmit nem tudunk, csak azt, hogy ugye össze-vissza passzolgatták a stúdiók, meg bevontak full külsősöket, hogy valaki rakja össze. Tehát ez egy eléggé nehéz helyzet. Elvárásokat szül. Szóval úgy voltam vele, hogyha bemutatnak valamit, akkor biztos az lesz, hogy ott oda kell tenni megint egy megjelenést, és ez mostanában, az utóbbi 5 évben szerintem nem jó ment. Szóval én azt gondolom, de ez csak spekuláció, hogy osztottak, szoroztak, és azt mondták, hogy addig ne rakjunk oda semmit, amíg egyrészt volt a szivárgás, tehát látják, hogy ez nyilván még készül, mert ennek készülnek el. Kettő, nem tudjuk megmondani, hogy mikor lesz, és ha most azt mondjuk, hogy 24, valószínűleg egyébként akkor már meg fog jelenni, gondolom én, de hát ugye ez is akkor már valahol egy ígéret lesz. Szerintem úgy fogják, hogy majd akkor jön trailer, amikor meg tudják mondani, hogy milyen állapotban van. Én nagyon szurkolok egyébként neki. Nyilván egyébként ebben a helyzetben, hogy háború van, ketté van szakadva a csapat, meg ugye nyilván amikor kiszivárog egy ilyen dolog, akkor figyelni kell arra is, hogy ennek ne legyenek hosszú távú következményei. Ilyenkor nyilván képtelenség megjósolni tényleg, csak hogyha a háborút vesszük, mint helyzetet, egyszerűen képtelenség megjósolni azt, hogy mikor fog ez a játék elkészülni. Nyilván, ha még mindig dolgoznak rajta, meg hogy kikerült egy olyan fejlesztés alatt álló változat, amin tényleg aktuális munka folyik, akkor az azt jelenti, hogy ez a játék ez mindig egy élő projekt annak ellenére, hogy ugye például az előrendeléseket levették a hivatalos csatornákról. Viszont bennem, aki egyébként nem követi a Stalker 2-t, azért felmerül, hogy kiszivárogtak ezek a dolgok, hogy mit lehet egyébként tudni a játékról, tehát hogy milyen lesz a Stalker 2. Hát a Stalker 2 alapvetően az alapján, amit most tudunk, de ez egyébként nem is nagyon mond a szivárgás ehhez semmit, tehát csak megerősíti azt, amit eddig kommunikáltak. Az nagyrészt az eredeti elképzelésnek, az annak idején még Oblivion Lost címen bejelentett, 2001-ben bejelentett játéktervnek a megvalósulása lenne. Akkoriban a stúdió azt szerette volna elérni, hogy egy teljesen open world, szabadon bejárható, járműves és gyalogos, mind harc, mind közlekedési mechanika szintjén működő akciójátékot készítsenek komoly survival elemekkel. Csak akkoriban még ezeket nem így hívták, tehát abban az időben még nagyon szokatlan volt, hogy neked aludni kéne, enni kéne, inni kéne, mit tudom én, találkozhatsz más stalkerekkel, akik NPC-k, sőt, voltak olyan korai tervek, hogy a fő kampányt megoldhatták volna NPC-k, tehát, hogy valahogy az AI csinálta volna a questeket, szóval neked sietni kellett volna, ami nyilván egy nagyon hülye elgondolás, de hogy ilyen eléggé ambiciózus tervek voltak, és hát kezd, és
Az is késtek vele annyit, mert sem a technológia nem volt meg. Tehát ők fejlesztettek hozzá egy motort, ami ezt kiszolgálta volna, de hát egy motor fejleszteni az egy külön projekt. És ők ugye beleestek abba a hibába, amit egyébként legutóbb a Cyberpunk-nál lehetett látni, hogy hiába van egy félkész motor, vagy azt mondjuk, hogy 80%-ban kész van, ahogyan jönnek be az új funkciók a fejlesztéskor, neked azokat mindet implementálnod kell. Na most náluk ezzel telt, nem tudom, 5 év. És a vége az lett, hogy az akkori kiadó, a THQ, az asztalra csapott, és ha jól emlékszem, akkor egy Investors Call után jött egy bejelentésük, hogy már pedig 2007-ben megjelenik pont, és hogy azt mondták a csapatnak, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálnak vele, őket nem érdekli, ez megjelenik. Ha kell, akkor annyi lesz benne, hogy varjakat lövöldözöl egy pisztollyal, de ez lesz. Ez végül úgy sikerült működésre vinni a játékot, hogy például nem volt open world. Feldarabolták, és a Stalkerrel, ha játszol, akkor ilyen zónák vannak, szóval nem olyan, mint a Fallout, hogy elindulsz valamerre is tök jó, hanem pályák vannak, amik egyébként elég nagyok, terjengősek, inkább a Witcher 1-2 juthat erről az emberek, tehát erre érdemes gondolni, ahol már van egy pálya, nagyobb is, meg néha vissza is mehetsz, de alapvetően azért ez mégiscsak egy zárt cső, egy irányba megy, egy lineáris játék. És egyébként utána a további Stalkerek ugyanezt a formulát követték, tehát mind a Call of Pripyatnál, mind Call of Chernobyl volt, és na mindegy, szóval mind a két folytatásnál, tehát előzménynél ez volt a helyzet, és nem igazán történt az meg, hogy láttuk volna a valódi Stalkert. Na most, ami itt sem lesz, úgy tudom, azok járművek, azokat azért engedték el egyébként, mert eleve a túlélő mechanikáknak betesz, annyira nem nagy a zóna, tehát azt hiszem 30 négyzetkilométerről beszélünk. Nagy, de ez egy olyan hely, ahol neked bujkálnod kell, mert mutánsok, meg szörnyek vannak, meg anomáliák, azok ilyen radioaktív varázselejű dolgok, amikben kincseket lelhetsz, ezt keresik a stalkerek. Szóval ebben nem nagyon működik az, hogy keresztül rongyolsz egy uazzal. Tehát egyszerűen kicsit irreális. Egyébként modokkal később visszahozták a járműveket az alapjátékba, és nagyon fura nem működik velük. Tehát megnézheted, és azt kapott tényleg kinyíri játékmenetet, tehát ez elvileg itt se lesz. Viszont lesz egy kohézió kapott összetett történet, egy Skiff nevű karaktert alakítunk, ő is egy stalker, akinek, hát már nem emlékszem a pont, egyszer elolvastam a szinopszist, de nyilván egy nagyobb ügyet lebonyolítani megy a zónába, és ebben is van egy ilyen személyes bosszú szál, ami volt az alapjátékban is. A zónát be lehet majd járni, több küldetés lesz, több karakter, NPC-k, akinek felveszed a missionöket, elmész a helyszínekre, teljesíted ezeket, ezért pénzt kapsz, jobb felszereléseket, cuccokat vehetsz magadnak, és nagyjából ezt csinálod, amiben nem fejezett a történetet, aminek a hosszáról egyelőre én nem tudok semmit, szerintem, ha becsülnék, én azt mondanám, hogy ilyen 20-30 órás játékot kell elképzelni, plusz a addicionális side content, tehát én egy ilyen tipik tripla méretű játékra gondolok. Nyilván mivel Unreal Engine 5, ezért nagyon szép. Egyébként ez egy nagyon kemény dolog volt, amikor bemutatták a Xbox egyik korábbi rendezvényén, még a gép bemutatása után nem sokkal, ugye, hogy az egyik NPC-t így Premiere plánban mutatták, tehát az illető bemászott a képbe, és úgy beszélt, és ma már hozzá vagyunk szokva a nagyon szépen kidolgozott karaktermodellekhez, de ez még ott is úgy azt mondtam, hogy főleg, hogy ez a jellegzetesen ilyen, ugye az illető ukránul vagy oroszul beszélt, akkor maga a karakter az egy ilyen szlávos marcon a katona volt, baromi jól nézett ki, tehát hogy nagyon-nagyon hatásos, szóval az, hogy szép lesz, az szerintem elég egyértelmű, és hát vannak azért kérdések, tehát amit eddig senki nem látott rendesen, az a gunplay. A Stalkerben fontos volt, hogy elég hitelesen működjenek a fegyverek, nagyon sokat fektettek a ballisztikára, és egyébként, ha játszol a Stalkert, a mai napig ezek nagyon jók. Látod, hogy tölti újra, benne van az a fajta rajongás ezekért a mechanikákért és technikákért, hogy tudod, hogy ezek az emberek ezt komolyan vették. Ez egyelőre a második rész videóiból nehezen jön át, egyetlen egy van, ahol lövöldöznek, az is ilyen eléggé beállítottnak tűnt, tehát még nehéz megmondani, hogy ez hogy lesz. Én azt gondolom, hogy nem lesz annyira mély már, mert konzolokra is ki kell adni, és vannak konzolokon... 17 év lassan a megjelenés óta, így és van. Teljesen átalakultak az igények a játékokat illetően, tehát hogy ugyanazt visszavárni, ami 2007-ben volt, az meg ugyanazt megcsinálni fejlesztői részről is, az nem egy rentábilis dolog anyagilag, ez egészen biztos. Főleg, hogyha belegondolsz, az, amit ők annó akartak,
tehát ez az Open World akció RPG játék, ez lett tulajdonképpen a Witcher 3 óta a valódi AAA játék megtestesülése. Ma már ezeket a cuccokat várjuk, amikor beszélünk erről, és igazából a Metro Exodus meg is csinálta ezt, pontosan azt, amit a Stalker akart, ráadásul nem egy, hanem több pályán. Szóval, ha azt nézzük, az, amit akkor kitaláltak, azt is megvalósítják, mert egy tök korrekt, tök jó játék lehet belőle, de nyilván szerintem azt a fajta volument, amit annak idején képviseltett volna a Stalker, azt nem nagyon lehet elérni, az most egy idea. Szóval, tehát igen, szerintem ez a rajongóknak is alkalmazkodniuk kell, végig kell gondolniuk, hogy ők mit várnak ettől. Én egy jó játékot várok, egy jó Stalkert, amit első vegyük, hogy mindig az atmoszféra meg a hangulat határozott meg, tehát nem kimondottan a gameplay miatt szerettem a Stalkert, hanem mert nem nagyon hasonlított semmire, és ha most kipróbálom korunk nagy túlélő játékait, most hirtelen eszembe jut a Forest, vagy ugye most jött ki a második része, vagy akár a Daisy, mert te is gyakran játszol, akkor látom, hogy nagyon sok korai megoldás ott volt a Stalkerban, ott is van még a mai napig, főleg a moddolod, de nincsen annyira túltolva, ezért sokkal lazább, sokkal könnyedebb. Na most viszont emiatt egy túlélő játék rajongónak az már nem elég hardcore. Tehát igen, ez egy ilyen furcsa mix lesz. Én egyébként nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan veszik ezeket az akadályokat. Az biztos egyébként, hogy a fanbase az hűséges, és folyamatosan követik a program körüli dolgokat, és kívülről nem látszik, hogy megrendítette volna őket ez a szivárgás, főleg, hogy manapság aztán tényleg már minden szivárok, tehát, hogy így... Igen, erről jutott eszembe ugye egy másik nagy szivárgás, ami nem mostanában történt, és ehhez kapcsolódik egy másik dolog is, amit említettél, ugye, hogy ugye a Stalker 2-nek ilyen türelmes a rajongói bázisa, és van egy másik játék, aminek nem annyira türelmes a rajongói bázisa, és most ugye a GTA-ról beszélünk, a Grand Theft Autóról, aminek ugye készül a hatodik része, amiről ugye hivatalosan semmit nem lehet tudni, de az elmúlt időszakban volt egy őrületesen nagy csomag, ami kikerült az internetre, és ugye beszélgettünk erről korábban, nem itt az adásban, hanem ugye amikor privátban beszélgettünk, hogy gyakorlatilag itt nem voltak türelmesek a játékosok, hanem gyakorlatilag egy ilyen célzott támadás volt ez a Rockstar ellen, hogy végre kiderüljön valami a GTA 6-ról, és ez egy ilyen tök furcsa dolog szerintem, hogy vannak emberek, akik nem bírják ki, hogy megvárják, amíg a fejlesztő, a kiadó úgy dönt, hogy akkor most készen állunk arra, hogy megosszunk valamit erről a játékról, amiről pontosan tudjuk egyébként, hogy mindenki vár, de ugye a GTA-kra mindig nagyon sokat kellett várni, és mindig óriási titoktartás övesztetett, hogy nincs ebben semmi újdonság, és akkor mégis van egy ilyen akció, aminek az lesz az eredménye, hogy tényleg ilyen korai dolgok kiszivárognak az internetre, ami egyrészt izgalmas, másrészt ugye nagyon káros a maga nemében, hiszen nyilván a fejlesztőknek az a célja, hogy valami olyat nyújtsanak a rajongóknak, meg általában a játékosoknak, amit még nem láttak, meg az újdonság erejével hat, és az összes ilyen szivárgás ezeket gyakorlatilag agyonüti, és kíváncsi vagyok egyébként, hogy te mit gondolsz erről, hogy nyilván te egy nagy GTA rajongó vagy, én szeretem a GTA-t, de hogy például engem nem hoztak lázba soha a GTA 6 hírek, nagyon kevés játéknak a hírei hoznak már lázba, én akkor foglalkozom a játékokkal, amikor kézbe lehet őket venni általában, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt a helyzetet, hogy rajongói szemmel te hogy vélekedsz arról, hogy tényleg gyakorlatilag történik egy bűncselekmény, mert hogy ez egy bűncselekmény, hogy feltörnek egy céget, és kirakják a munkájukat itt az internetre, mert... Mit gondolsz te erről? Hát a GTA-nál kicsit visszább megyek, mert a játékról először egyébként nem most hallottunk részleteket, hanem Jason Schreier cikksorozatában, amit azt hiszem, hogy még a Kotakun kezdett és talán a Bloombergnél fejezett be, és ő volt az, aki először a Rockstarnak a dolgozóihoz való hozzáállásáról kezdett cikkezni. Tehát ő arról beszélt, hogy itt van ez a cég, ahol 8000 ember, hogy mennyi dolgozik, tényleg eszmetlen sok. Nyilván ez egy szoftvercégnél mondjuk, ha összehasonlít egy Microsofthoz, az nem olyan nagy, de ez egy játékcég. Tehát itt azért ezt vegyük hozzá, hogy ők játékot csinálnak, több stúdió, azért nem egy, nem tudom, cloud infrastruktúrát üzemeltetnek. Szóval, hogy ahhoz képest ez nagyon nagy. Ennyi ember dolgozik egy-egy játékon sok évig, hogy működik ez? És hát ugye anno a cikkeiből kiderült, hogy
az ottani, úgy tűnt, hogy az akkori időkben az ottani munkakultúra nem volt éppenséggel a legjobb, rengeteg botrányról lehetett hallani, hogy állandó az erőszakos túlóráztatás, a bérek nem voltak akkoriban olyan jók, úgy tűnt, az emberek örömmel dolgoztak, de közben ki voltak zsigerelve, hatnapoztak, vagy hétnapoztak, mindennaposak voltak a 10x órák, de úgyhogy a játék még hónapokkal, vagy évekkel arrébb volt. És ott ugye két ilyen projektről is írt, az egyik volt ugye a Red Dead, amiről írta, hogy gyakorlatilag így a nyakába szokott a teljes rockstárnak, és valahogy össze kellett rakni, és össze is rakták így, ami fantasztikus játék lett, de hogy hihetetlen sok erő és munka ment egy olyan dologba, amit jobb szervezéssel, emberbarátabban lehetett volna megcsinálni. És akkor ugye volt ott még egy csomó olyan sztori. Érdekes, hogy az érdemes cikket végigolvasni, már nyilván nem maiak, tehát egy 10 év vezető történet, de azért izgalmasak. És akkor beszélt először arról, hogy a GTA az akkoriban Project Americas munkacímen futott, a hatodik rész, és minden addiginál nagyobb játéknak tűnt, és ezt végül, ezt a projektet kvázi megfúrta a vezetés, és azt mondták, hogy csökkentsék le a szkópot, legyen kisebb, mert egyszerűen nem tudják garantálni, hogy nem őrülnek meg a kollégák, tehát ezt a munka teljesítmény, ezt nem lehet egyszer megcsinálni, hanem legyen emberbarátabb. Egyébként hallgattak a visszajelzésekre, és utána pont Skráül írt több cikkben, hogy milyen sokat változott ott a munkakultúra, de ehhez egyébként olyan emberek távozása, tehát egybeesett olyan emberek távozásával, mint az egyik alapító, vagy Leslie Benzies, aki ugye még Dan Houser, tehát két hihetetlenül komoly alapító tagról beszélünk, akik egymással is összevesztek a hírek szerint. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa történet lett, de hogy a GTA-ról eddig végig, tehát eltelt már idén szeptemberben 10 év az ötödik rész óta, nem beszélt senki. De ezt úgy kell érteni, hogy soha senki egy büdös szót sem beszélt róla. Strauss Zelnick, aki ugye a Take-Two-nak a feje, nem emlegette. Az investor kódokban ugye ott inkább mindig azt nézik, hogy mi fog pénzt hozni. Ott is elég gyakori kérdés volt már sok-sok éven át, hogy na jó, de hát milyen projektek lesznek. És akkor mindig elmondta, hogy hát a GTA Online, az ugye rengeteg pénzt termez, mint igaz is. Emiatt nem kell aggódni a befektetőknek, akik esetleg még vennének részvényt, vagy csak nyereségre vágynak. Ugyanez volt, amikor a Red Dead kijött, bár a Red Dead Online teljesítmény az, hát ugye be se fejezték igazából a játékot, tehát azt úgy hagyták, és ez mutatta, hogy azért az úgy nem sikerült. De hogy magáról az új projektről mindig csak ennyit mondott, hogy hát ugye nagyon fontos nekünk a minőség, jada, 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 bla, 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 majd bemutatjuk, ha úgy állunk. És kérdezted, hogy rajongóként mi a véleményem? Hát nézd, én azt gondolom, hogy amikor van egy olyan játék, ami, vagy bármilyen szellemi termék, ami tényleg emberek 10 vagy 10 millióit, de lehet, hogy 100 millióit mozgat, akkor abban van egyfajta felelősség, hogy te ennek a kommunikációt hogyan kezeled. És itt nem arról beszélek, hogy mutogassunk, meg ígérgessünk hülyességeket, mint a No Peter Molyneux, tehát nem kell megígérni, hogy nőni fognak a fák, meg mit tudom én, de nincs erre szükség. De érdemes néha legalább nagyon finoman elmondani, hogy nem felejtettük el, nem kizárólag csak az online DLC-kben látunk fantáziát, de a türelmeteket kérjük, mert egy ilyen projekthez nekünk nagy kreatív idő és szabadság kell. Ennyit néha érdemes elmondani. Ez nem annyira történt itt meg, és valahol érezhető volt a GTA fandomban, főleg ha nézel ilyen YouTube csatornákat, én követek több ilyet egyébként, meg Twitch-en ilyen GTA streamereken, egy ilyen formálódó harag, hogy frusztráció? Igen, de hogy érted, annyi idő, most gondolj bele, hogy 10 éve játszottam a GTA 5-öt először, meg te is, 10 éve ezelőtt. Hát még Xbox 360-on, tehát hogy eltelt egy generáció GTA nélkül, oké, hogy kiadták, Isten tudja hány változatban, meg remaster, meg chillivilli, meg kiskutyafüle, de hogy valóban, tehát hogy eltelt 10 év, meg eltelt egy generáció GTA nélkül, ami nekem olyan szempontból egyébként nem megdöbbentő, hogy a Diablo óta meg eltelt majdnem 11 év, tehát hogy a két Diablo között eltelt 11 év, hogyha a PC-s verziót nézem, és hát ez sem rázott meg annyira a lelkileg, de tény, hogy nem vagyok annyira rágyógyulva egyes videójátékokra, mint sokan mások. Meg azt azért tegyük hozzá, hogy a Grand Theft Auto-nak a teljes kultúrára van egy nagyon nagy hatása. Tehát ha arra gondolunk, hogy a legértékesebb szórakoztatóipari franchise lett,
aztán meg azt hiszem most már a Call of Duty az, de ebben nem vagyok biztos, de hogy ezek videójátékok már. És ez volt az, ami először termelt 3 nap alatt 1 milliárdot, annak idején ez rekordnak számított, tehát az 5. rész, és hol van az már. Tehát hogyha ezeket nézzük, akkor látjuk, hogy itt tehát ez nem csak egy játék volt. Nyilván ez egy óriási felelősség és félelmetés is lehet, és egyébként annyiban nagyon kársak ezek a szivárgások, hogy akár azt mondják, ugye kiadott egy hivatalos közleményt a Take-Two-tól, úgy fogalmaztak, hogy olyasmit áthattak az emberek, hogy ők még nem akartak megmutatni, mert nincsen állapotban. És ez amúgy nagyon igaz, tehát hogy gondolj bele most, ugye ott vannak a szivárgások, tudjuk a város, tudjuk a helyszínt, ugye, hogy Vice City, tisztában vagyunk a szereplőkkel, hogy nagyjából milyen mechanika szerint fog menni a játék. Igen, GTA-nak néz ki, GTA-ként működik, tehát nem kell, hogy úgy mondjam, nem fogunk nagyon meglepődni, tök jó játéknak tűnik, szerintem barom izgalmas lesz, de hogy ez ennyi. Viszont innentől ez felér egyfajta általuk nem tett ígérettel, mert ha most egyik nap bejelentenek egy trailerben valami tök más miatt, mert mondjuk kiderül, hogy ők közben hoztak 4-5 kreatív döntést, hogy miért ne ott legyen, mégse úgy nézzen ki az autó, mégse ezek legyenek a főszereplők, akkor onnantól már jöhet a népharag, hogy hát de mi nem ezt vártuk. És ez nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzetet teremt, és szerintem annak ellenére mondom, hogy valahol nyilván legbelül örültem annak, hogy hallok valamit a játékról, hogy tényleg létezik, hogy működik, hogy láthatok bele valamit. Meg ugye azóta rengeteg ilyen elemzést látott napvilágot, hogy a test footage, amiket nagyrészt leszettek, ilyen tesztelési, fejlesztői, tesztelési anyagok voltak, hogy azok tanúsága szerint sokkal előrébb haladott állapotban volt már a játék, mint ahogy azt sokan gondolják, hogy olyan rutinokat, olyan alrendszereket teszteltek már benne, amik tényleg a finishben szoktak lenni, tehát most már nyilván valahol beta fázisnál lehet. Most ugye az Elnik pont említette a legutóbbi Investor Call-ban, hogy a következő üzleti évben lesz az eddigi legnagyobb megjelenésük, ezt mindenki tudja, hogy mit jelent, tehát valószínűleg évvégén be kell mutatni a játékot. Egyébként sokan már most arról pusmogtak, hogy most lesz így nyáron a bemutató, de nem volt, tehát se a Microsoftnál, se a Sony-nál nem ment le. Én nem hiszem, hogy más ilyen volumenű rendezvényen bemutatnak, vagy csak kiadnak egy trailert, tehát nem tudni, de szerintem inkább évvége lesz már ebből. De hogy ez akkor is megtörtént volna, ha ez nem szivárok ki, és nem lopják el. És legalább azok az emberek kicsit jobban érezhették volna magukat, akik ezen dolgoznak. Mert amúgy ez ott is szerintem egy hatalmas nyomás lehet, hogy jó, akkor ez kincsúszott el. Ki lesz az, akire rámutatunk, hogy miért öltötted fel a fájt. Szóval szerintem ez borzasztóan rossz, ez nem egy ártalmas gyakorlat, de ugyanakkor ott van bennem a kis ördög, hogy jó, láttam a GTA-t, láttam. Érdekes egyébként, mert tényleg, tehát, hogy alapvetően én mindig szeretem a videójátékokat, de hogy nem tudok már ennyire lelkesedni semmiért, hogy így vadásszam például a híreket, hogy úristen, mikor kapok már új információt mondjuk a Pókember 2-ről, mert beszéljünk erről, és nyilván a Pókember 2-t nem tudom hasonlítani a GTA-hoz, mert sem a jelentősége nem akkora, tehát hogy nyilván a Pókember egy nagyon jó játék volt, a 2018-as, amit az Insomnia készített, de nyilván nem volt akkora hatása, mint egy GTA 5-nek. Meg tegyük hozzá azt is, hogy nem telt el annyi idő a két rész között, hiszen a 2018-as játékról 4 évvel később kiderült, hogy érkezik a folytatása, viszont bennem nem volt ilyen őrületes vágy. Bejelentették, nyilván senki nem lepődött meg, mindenki tudta, hogy a PlayStation 4-nek egy hatalmas sikere volt, nagyon jól sikerült, tehát hogy tényleg egy jól sikerült program volt, amit szeretett a kritika, szeretett a játékosok, készült hozzá egy spin-off, mindenki felrakadta volna az összes megtakarítását arra, hogy ebből folytatás lesz, hiszen eleve a játék úgy ért véget, hogy már beharangozták kvázi a folytatást, és ennek megfelelően ugye be is jelentették a játékot, és valóban furcsa volt egyébként, hogy mondták, hogy hát ez a játék ez 2023-ban megjelenik, és lényegében egy hónappal ezelőtt kaptuk meg az első játékmenet videót, sőt nem is telt még el egy hónap ugye a bemutató óta, de ugye nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tök érdekes, hogy a GTA fanok nem tudta magukkal várni, oké, eltelt 10 év, és volt ez a szivárgás, és én meg itt vagyok ugye pókember rajongóként, és én egész egyszerűen én csak arra gondoltam, hogy hát ezek azért nem mutatnak ebből a játékból semmit, mert hogy ez nem fog 2023-ban megjelenni. És amikor megláttam az első játékmenet videót, akkor is az volt a gondolatom, hogy
Megmutatták a játékmenetet, de hogy még mindig nincsen dátum, ez nem fog 2023-ban megjelenni, aztán ugye lement ez a Summer Games Fest nevezetű virtuális rendezvény, ahol bejelentették egyébként, hogy október 20-án érkezik a Pókember 2, és most már így hajlamos vagyok elhinni, hogy ez a játék idén boltokba fog kerülni, azért még pénzt nem mernék rá rakni, tehát hogy én még simán el tudom képzelni, hogy augusztusban egyszer csak bejelentik, hogy ne haragudjatok gyerekek, de ezzel még egy kicsit csiszolni kell, úgyhogy az október 20-át átrakjuk február 20-ára, Valentin nap után mindenki mehet pókemberezni, tehát hogy ha ez megtörténik, engem ez nem fog sokként érni, de hogy így valahogy furcsa, tehát hogy ebből a szemszögből, ahogy én vizsgálom a Pókember 2-t, nekem nagyon furcsa ez, hogy egész egyszerűen emberek nem tudják kezelni ezt a várakozást, hogy hol van már ez a játék, tehát hogy próbálok visszaemlékezni, de használtak ugye a frusztráció szót, és nem hiszem, hogy valaha lettem volna frusztrált amiatt, hogy úristen, nem tudom, hogy mikor fog megjelenni ennek a játéknak, amit szeretek, a következő része, mert hogy ez mégiscsak egy játék, tehát hogy nekem ez egy ilyen nagyon furcsa érzés, és igazából én például nem is bánom, hogy így a Pókember 2-vel kapcsolatban nem voltak ugye szivárgások, mert itt tök jó volt a barátaimmal közösen rácsodálkozni például arra, hogy milyen lesz a folytatás, ugye Bryce-szal néztük online a közvetítést, és akkor utána gyorsan meg is beszéltük, hogy igen, nyilván mindenki tudta, hogy lesz fekete pókruha, meg mindenki tudta, hogy lesz Venom, hiszen ez már az előzetesben, meg ugye az első résznek a végén is nyilvánvalóvá tették, hogy ebből az irányba fog elmenni a történet, viszont arra tök jó volt így rácsodálkozni egy hivatalos bejelentés során, hogy gyakorlatilag a játék követi az eredeti képregénynek azt a részét, hogy a pókruha az először Peterre fog rákerülni, és változást okoz nála, aztán valahogy Peter meg fog tőle szabadulni, és át fog kerülni valaki másra, és így megszületik a Venom karakter, és ugye a fejlesztők bejelentették azt is ezen a Summer Game Festen, hogy ugye, hogy nem Eddie Brock lesz a Venom karakter mögött megbújó személy, hanem valaki más, és nyilván rögtön elkezdtünk tippelgetni, hogy az első rész végén látható jelenet fényében az vagy Harry Osborn lesz, vagy Norman Osborn lesz, és akkor még mindig van itt egy kérdőjel, hogy valószínű, hogy ki lesz vajon Venom, amit én el tudok képzelni egyébként, hogy le fognak lőni valamilyen előzetesben, mert hogy ez így működik, de közben elképzelhető, hogy nem, mert hogyha visszaemlékezek az első részre a Pókemberrel kapcsolatban, akkor ott például az összes marketing anyag az a játéknak nagyjából az első harmadából származott, és utána az ember ült ott a képernyő előtt, és így teljesen rá volt csodálkozva, hogy itt még micsoda dolgok történnek, és hogy nem is a Mr. Negatív a fő ellenfél, pedig mindenki azt hitte, hanem behozták Dr. Octopusnak a teljesen új eredetét, meg mindent, tehát hogy tök jól működött az a játék, és nagyon bízom benne, hogy így a második résznél is ez lesz, hogy itt vagyunk gyakorlatilag 4 hónapra a megjelenéstől, és kaptunk ilyen morzsákat, lesz fekete pókruha, új képességek, ott lesz benne Miles, ott lesz benne Peter, mind a két karaktert lehet irányítani, váltogatni lehet majd köztük, mint a GTA-ban, meg nagyobb lesz a játéktér, és hogy kaptunk egy ilyen klasszikus folytatásra jellemző információkat, minden nagyobbat durran, meg szebb, meg minden, és én abban bízom egyébként, hogy emögött egyébként olyan meglepetések és tartalmak vannak, amikre most még nem is gondolunk. Nyilván bejelentették azt is, hogy Venom lesz az egyik fő ellenfél, és mellette ugye ott van Kraven, meg ott van a Geek is, ez egyébként 3, az előző részben sem 3 ellenfél volt, hanem több, tehát hogy én nem szeretném egyébként, hogy Pókember 2 szivárgások legyenek, hanem így szépen adagolják a marketinget, meg vezessenek félre, kvázi, ezt így idézőjelben mondom, mint az első résznél, aztán az legyen, hogy én elkezdem a játékot, és akkor rájövök, hogy gyakorlatilag az első 3 órából láttunk előzeteseket, meg játékmenet videókat, és rá akarok csodálkozni arra, ami utána jön, és szerintem azzal, hogy vannak ezek a szivárgások, amik kirakják a játéknak az egyes részleteit, esetleg működő verziókat, meg ilyesmi, én ezért nem is szoktam már ezekkel foglalkozni. Tehát, hogy annak idején ugye ott volt a The Last of Us második része, ahol tényleg rengeteg valid információ ömlött ki az internetre, és akkor én így becsuktam a redőnyöket, lekapcsoltam a lámpát, és ott ültem a sötét sarokban. Én ugyan
el nem fogok olvasni semmit, tehát hogy azt a játékot vártam, nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan lehet folytatni, és nyilván a spalettán keresztül beszűrődött némi fény, tehát hogy eljutottak hozzám, ugye mindenféle információ morzsák, főleg egy hangos kisebbségnek köszönhetően, akik felháborodtak valamin, ami nem is létezett, ami félrevezető volt, és meg nyilván jöttek olyan információk, amik a játék elejét azért tompították, mert hogy már számítottál arra, hogy mi fog történni, de nem volt ez jó, és mennyire jó lett volna egyébként, hogyha mindenki, aki ezért a játékért pénzt adott, úgy ülhetett volna le, például The Last of Us 2 elé, hogy folyamatosan érik a meglepetések, és nem az internetről rázúduló, kiszivárgott információk, amiket egyébként egy ponton, hogyha így bármit csinálsz az interneten, elkerülhetetlen, mert az algoritmusok úgy működnek, hogy lökik neked ezt az információt, hiszen tisztában vannak vele, hogy téged ez érdekel. Tehát, hogy én egyrészt türelmes vagyok, nem szeretem, hogyha elszpoilerezik a dolgokat, és hogyha meg is történnek ezek a szivárgások, akkor én a magam részéről próbálom távol tartani magamat tőlük, mert a saját szórakozásomat rontom el azzal, hogyha elkezdem így kapirgálni az internetet, hogy hú, de jó lenne azért, hogyha kiderülne valami. És ez mondjuk nem csak videójátékokkal van így, de filmekkel, könyvekkel, sorozatokkal, bármivel, tehát hogy például mozifilmeknél az első előzetes után én már nem nézek meg semmit, mert tényleg abban a korban élünk, hogy elmesélik neked a filmet egy 3 perces előzetesben, aztán ülsz a moziban, és amikor így fel kellene ugranod, hogy atyaisten, ez történik, akkor így egy bólintasz egy, hogy de hát ezt láttam a trailerben. Ez amúgy szerintem is borzasztó, egyébként én is ezt csinálom, hogy már nem nézek nagyon előzeteseket. Például én most, ami filmet várok, az új Indiana Jones. A sorstársát nagyon várom, mert nagyon szeretem az Indiana Jones filmeket. Én a negyediket is szerettem. És én úgy jövök vele, hogy én így tök, nem várom, hogy lássam a filmet. És megnéztem, nyilván 2 trélert láttam, egyet akkor, amikor ugye kijött az első, azt nyilván megnéztem, és egyet meg a moziban, amikor a múltkor néztünk Galaxis őrzőit, akkor lement a második, és így jó. Bár hozzáteszem, ez egy olyan film, amiről nem nagyon várok csodát, tehát én egy korrekt nosztalgia vonatra szeretnék felülni, és szerintem ezt hozni is fogja azok alapján, amiket hallani róla, de amúgy én is próbálom ezeket már kerülni. Játékoknál meg inkább az van, én azt vettem észre magamon, hogy én sem lelkesedem olyan könnyen, de amúgy már nem is tudnám ezeket követni, mert már nem is trailerek vannak, hanem ilyen órahosszú streamek, ahol mutatnak mindent, és repülnek a hipogriffel Roxford fölött, és akkor van még valami, mit tudom én, külön stream, ahol elmondják a fejlődési fát. Most ugye a Starfieldnél volt ez, én várom a Starfieldet, szerintem egy tök korrekt játék, biztos, hogy egy jó játék lesz, bár én csodát nem várok, egy nagyon nagy Skyrimet, vagy inkább Falloutot várok ettől, az is lesz, úgy tűnik, az a terv, az az engine, tehát hogy emberek, nem fog megváltozni semmi, sőt, amiket mondanak, hogy mekkora pályák, mint procedurálisan generált, ezeket már láttuk, ha játszik valaki az Elite-tel, az Elite-ben rengeteg olyan dolog van már, sokadik kiegészítő ott, amit ez a játék még fölmutat, hogy nézzétek meg, Columbus tojása. Ugyanez volt most hirtelen a No Man's Sky jut eszembe, ez is rengeteg, tehát hogy ezek, és nem tudtam végignézni a streamet. Tehát egy 15 percig néztem, így elszórakoztam, majd elkapcsoltam, és egyszerűen azért, mert már nem tudott lekötni. Nem tudok óra hosszú, meg fél óra hosszú ilyen elemzéseket nézni. Szerintem ez valószínűleg inkább ilyen korral járó boomer dolog, hogy valószínűleg, hogyha most lennék 20 éves, ezt nagyon zabálnám, meg 10 éves. Annó, amikor GTA ugye jöttek, akkor még évente, 2 évente, akkor is hát nyálcsorgatva vártam az új képeket a San Andreasból, vagy ilyesmi, semmit nem vártam annyi, mint a Vice City-t. Tehát, hogy ezek azért megvoltak, de hát az nem ma volt. És egyébként azt még hozzátenném ehhez, hogy amikor a fandomról beszélünk, meg a frusztrációról, akkor azért, ahogyan én látom, itt egy hangosabb kisebbség, agresszív akcióiról van szó. Ugye ez a feltörés is egyetlen ember műve volt, aki ráadásul a hírek szerint összekapott egy másik hacker csoporttal, szóval, hogy ilyen eléggé, ráadásul 10 évesekről beszélünk. Hasonlóan indult ugye a Half-Life-nál is, egy 10 éves német srác volt, aki csinált ezt az egész balhét, aki ugye ellopta a fájlokat. És
Itt inkább a frusztrációt inkább ilyen passzívan kellene érteni. Tehát, és én annyiban tudok ezzel azonosulni, hogy nekem a GTA-k azok mindig így korszakos dolgok, korszakos élmények voltak, tehát nekem meghatározó élmények a fiatalságomban ezek a játékok, meg a gyerekkoromból. És nyilván nekem valahol személyes szinten ezeket hozza vissza, amikor egy új GTA. És ezért érzem azt, hogy zavar, hogy még nincs itt, hogy szeretném már. De hát ez egy annyira, ahogyan te mondtad, ezek csak játékok. Tehát ezek csak videójátékok. Ez nem egy annyira komoly dolog. És ezt szerintem azért mindenki így végig gondolhatja, plusz már rengeteg N plusz egy olyan játék van, amivel leköthetett magadat, vagy kipróbálhatsz új cuccokat, érdemes nyitott szemmel járni. Igen, azt gondolom egyébként, hogy ennek a mai adásnak lehet egy ilyen boomer örök igazság a befejezése, hogy a türelem rózsát terem, hogyha bejelentettek egy játékot, akkor 95% az esélye, hogy az a játék meg is fog jelenni. Egy GTA esetében ez nagyjából 99,9%. Tehát, hogy én mindenkinek azt javaslom, hogy legyen türelmes, tényleg a GTA 6 megjelenéséig rengeteg szuper játékkal el lehet egyébként ütni az időt, és mindenkinek jusson eszébe azzal, hogy például megnézi ezeket a szivárgásokat, azzal a saját szórakozását rontja el, szinte biztosan. És alapvetően azért mi elég sokat dolgoztunk ebben a szakmában, és ezek a dolgok azért úgy vannak megtervezve, és úgy vannak kitalálva, hogy milyen információk jussanak el az emberekhez, hogy nyilván ez a marketing, ez egy nagyon jól kitalált dolog, de hogy ez úgy van felépítve, hogy egyre izgatottabb legyen az ember, egyre többet tudjon meg, de ne tudjon meg mindent. Mert hogyha megtudsz mindent, akkor gyakorlatilag tényleg a szórakozás megy a levesbe, úgyhogy nem azért csinálják ezt egyébként ezek a cégek, hogy kivabráljanak a játékosokkal, és abban egyébként Csocsóval egyetértek, hogy egy ilyen őrületes jelentőségű franchise esetében, mint például a GTA, azért mondjuk a Rockstar meg a Take-Two így lehetne tekintettel kvázi azokra az emberekre, azokra a milliókra, akik várják ezt a játékot, de hogy azt gondolom, hogy egy cégeknek a feltörése és olyan információknak a kiszivárogtatása, ami igazából még nem tartozik kvázi az emberekre, az nem jó dolog. Nyilván ezt most csak videójátékokra értem, tehát hogy vannak esetek, amikor nem baj, hogyha az emberek megtudnak dolgokat, bizonyos dolgokat, de hogy ez nem feltétlenül a videójátékokra vonatkozik, úgyhogy tényleg így zárásként én azt mondanám, hogy legyetek türelmesek, és várjátok a kedvenc játékaitokat, mert egyébként új játékokat várni szerintem tök jó érzés, majdnem biztos vagyok benne, hogy majdnem olyan jó érzés, mint várni például ennek a podcastnek a következő epizódját, ami egyébként majd 2 hét múlva lesz esedékes, úgyhogy érkezünk majd a következő epizódban, amiben ismét videójátékokról fogunk valószínűleg beszélgetni, és a türelem mellett most megragadom az alkalmat, hogy megköszönjük mindenkinek a figyelmet, és hogy velünk tartottatok, és játékvárásban gazdag időszakot kívánunk, és remélünk, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! És ez volt ugye a podcastnek, a podcast változatának a lezárása, és itt vagyunk még a stream nézőinek, akiknek szintén szeretnénk megköszönni, hogy velünk tartottak ma este. Reméljük, hogy sikerült olyan témákat felhozni, amiket érdekesnek találtatok, és tudtunk olyan dolgokat mondani, amik esetleg újdonságnak hatottak, vagy éppenséggel elgondolkodtattak titeket, és reméljük, hogy találkozunk legközelebb is. Tényleg az a terv, hogy 2 hét múlva fogjuk rögzíteni ennek a podcastnek a 9. epizódját, és itt azt hiszem ezen a ponton már elárulhatjuk, hogy az első évadot azt 10 részesre tervezzük, aztán a 10. rész után elmegyünk egy kis nyári szünetre, és valamikor szerintem az ősszel fogunk visszatérni a 2. évaddal, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy velünk töltöttétek ezt a közel 1 órát, és reméljük, hogy találkozunk legközelebb, és addig is legyetek jók, játszatok sokat, érezzétek jól magatokat. Sziasztok! Sziasztok!